Új játszótér várja a gyerekeket Szekszárdon, a Fagyöngy és a Lugas utca sarkán. A park terve már 2019-ben elkészült, de megépítésére egészen mostanáig várnia kellett a lakosoknak. Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy örül annak, hogy eleget tudtak tenni az ígéretüknek, és játékokkal gazdagították az üresen álló területet. Van a kisgyerekeknek hint, a nagyobb gyerekeknek hint, a mászók, a csúszka, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez megvalósult, és ez a terület eddig egy... Hát részben gondozott, évi kétszeri kaszálással rendelkező terület volt, ami reméljük, hogy gyakoribb lesz a játszótér miatt, úgyhogy bízunk benne, hogy a területnek egy szép parkja lesz. Nem csak játszóteret kapott a szőlőhelyi rész, hanem a bicikli út végén egy új kerékpáros pihenőt is kialakítottak. Paddal, ivókúttal és kerékpártárolóval tették komfortosabbá a megpihenni vágyó bringásoknak a területet. A két projekt teljes költsége 14,6 millió forint volt, ebből 9,7 millió forintot pályázati támogatás fedezett, a maradék 4,8 millió forint önkormányzati önerő volt. Figyelembe vettük azt, hogy minden korosztály, minden korcsoportnak meglegyen a lehetősége, megfelelő játszó elemek legyenek. Hát bízunk benne, hogy a pályázat során kiválasztott játszó elemek majd fogják szolgálni itt a környékbeli és a városból ideérkező gyerekeknek a szórakozási lehetőségeit. A játszótér körüli rész még tereprendezést igényel, az elkövetkezendő hetekben füvesíteni fogják a játékokat körülvevő területet.